Eredeti 8. kerületi gyerek vagyok, aki egy egyszobás lakásban nőtt föl az anyukájával, és a vívósportot cseréltem le a bérlovardára a Tatterzárba, Hásvölgyi Józsi bácsinál. Majd onnan kerültem és kiválogatásra a junior, ifi ugró csapathoz, a BLK-ba, majd innen avanzsáltam át díjlovasnak, és innen indult el a karrierem, ha ezt karriernek lehet nevezni. 40 éve foglalkozom lovakkal, és ebből 31 nehány éve gyerekekkel. Voltam csapatvezetője Póni, Junior és Young Rider korosztályú lovasainknak kontinens bajnokságon, illetve különböző nemzetközi versenyen. Gyakorlatilag az elmúlt 20 évben nagyon kevés olyan év volt, amikor nem volt tanítványom valamilyen korosztályos Európa-bajnokságon, illetve nemzetközi versenyen. Van egy Törzsgárda Adóra Lovasklub csapata, akivel szinte minden nap dolgozom, illetve versenyzünk, de ezen kívül járok vidékre, főleg Kelet-Magyarországra, és hát azt mondhatnánk, hogy nincsen szabad vasárnapom, úgyhogy így a lovasaim száma eléggé nagy. Itt az Unikornis Lovardában dolgozunk körülbelül egy 15-20 emberrel, ezek is néha változóak, minden korosztállyal. Tehát az én emberem volt idén az utánpótlás győztes, Szej volt Hanna maga 12 évével, de van 10 éves tanítványom is, és hát tanítványaim között pedig vannak idősebb korosztályok egészen a felnőtt korig. Most készülünk például a nyíregyháziakkal, a fiatal lovak világbajnokságára egy 5 éves lóval, ugye Técsi Pap Gabriellával, ő már egy-egy gyerekes anyuka. A versenyén úgy gondolom, hogy meg kéne tanulni a gyerekeknek, hogy az egész élet egy verseny. Ezzel szembe kell nézni. Bármilyen furcsa, vagy jól, vagy rosszul hangzik, de akkor is a gyerekeknek föl kell készülni arra, hogy egyszer fókuszáltan 5 percre oda kell tenni magukat, és maximálisat nyújtani. De nem szeretném azt képzelnénk, hogy az egész arról szól, hogy egy versenyt meg kell nyerni. Egy versenyre oda kell érni, egy versenyre fel kell készülni, és természetesen a lovasportban, mint technikai sportban nagyon fontos, hogy milyen a technikai partnerünk, milyen a ló. Ezt el kell fogadni, vannak jobb lovak, rosszabb lovak, drágább lovak, olcsóbb lovak, ezek sem függenek össze, vannak sokszor, hogy olcsóbb lóval is lehet eredményt elérni, és van, hogy drágább lóval sem lehet eredményt elérni. Viszont arra próbáljuk itt az Unikornisban tanítani a gyerekeket, hogy a lovat mint partner kezeljék. A díjlovaglás, mint olyan, az nem egy feladatok cirkuszszerű betanítása, hanem ez egy gimnasztika kell, hogy legyen. Itt azt kell megtanulniuk a gyerekeknek, hogy tudja képessé tenni a lovát, illetve ő milyen segítségekkel tud kommunikálni vele, és ez én számomra ez jelenti a díjlovaglás. Az, hogy ezzel egy verseny még lehet nyerni, az a bombon a tortán. Az, hogy neki egy jó lova van és könnyebben halad, az pedig a Jóisten ajándéka. De egyelőre minden gyereknek azt próbáljuk tanítani, hogy partnerként tekintsen a lóra, és ha bár meg kell tanulnia határozottan, hiszen ez egy több száz kilós állat, bánni vele, minden az istálló munkától kezdve a lovaglásig, de azt is tudnia kell, hogy hol vannak a határai. Hogy el ne kiabáljam, még nagyon durvaságért minket sehol nem kerestek meg, hogy ez szörnyű, amit csinálunk. A Magyar Lovas Társadalom edzői karára azért is van rálátásom, mert tagja vagyok ugye azoknak a vizsgáztatóknak és az edzői vizsgákat előkészítő tanfolyamoknak, amik most jelenleg nagyrészt Kaposváron folynak. A kép, ami jó hír, hogy évente egy picit pozitívabb. Talán azért, mert most már az emberek komolyabban veszik az edzői vizsgáztatást, és ezért nem jönnek el olyan minimális tudással, mint pár évvel ezelőtt, amikor azt hitték, hogy csak papírhoz juthatnak. A rossz hír az, hogy még mindig messze tartunk a fejlett lovas kultúrával rendelkező országoktól, hogy mit lehetne tenni, mindenképpen ablakot nyitni a világra, és valami módon megoldani azt, hogy az a nyugaton kipróbált, általában nyugatonnak nevezzük a fejlett lovas kultúrával rendelkező országokat, kipróbált és több évtizedes tapasztalatot, azt valami módon behozzuk az országba. Szembe kell néznem azzal, hogy én is a lovaglással foglalkozó egyik fiam, aki ugye most itt az U25 Európa-bajnokságon döntős is volt, egy saját magam által tenyésztett lóval, amit ő maga képzett ki nagy díj szintig, ő is jelenleg Hollandiában tanul és dolgozik.
bízunk benne, hogy az ott megszerzett tudást majd hazahozza. Dunikornis és infrastruktúrája lehetővé teszi azt, hogy a fedett lovardában olyan kereteket biztosítsunk, ahol a gyerekeket a nálamnál is jobb edző, a tükör biztosítja, hogy mindaz, amit mondok, azt ők összeköthetik az érzéseiket a tapasztalataikkal, illetve a látvánnyal. Ott voltunk a kezdeteknél, amikor a Lola elindította ezt az online versenyzést, és az egyik legfőbb támogatói voltunk, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Azóta, hála jó Istennek, a Nemzetközi Szövetség is elindított hasonló live-aid programokat. Bízunk benne, hogy ez most is így marad ezen a téli szezonban. Sőt, én nagyon proponálnám, hogyha ez egy online edzés, klinik felé is elmenne, hiszen úgy gondolom, hogy rengeteg igény van rá, arra, hogy különböző kis vagy nagyobb lovardákba különböző edzők tudjanak edzéseket tartani. Ami nagyon jó volna, hogyha a technikai hátterét, ha meg tudnánk teremteni, hiszen utazni most nem nagyon lehet, viszont így teljesen biztonságban tudnának kisebb csoportoknak is edzést tartani. Hatalmas készülődés volt, és az, amire nem gondoltunk, amikor ezt az egészet elindítottuk, hogy ez innen kezdve egy családi program lett. Hiszen a mama vagy a papa veszi föl, a család egész része készíti föl a gyereket, hogy bemenjen, teljes izgalom, kéztördelés. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy sokkal jobban bevonta a családokat a lovasportba, mint egy hagyományos verseny. Az online versenyekhez kapcsolódik az, hogy most azt javasoltam, hogy próbáljunk meg egy olyat is most olyan a közönséget szerezni, mint a Mikulás versenyek. Ezek a Mikulás versenyek, ugye, haladó hagyománya például az Unikornisnak is, ahol az év végén, mielőtt a nagy karácsonyi ajándékozásokba belementünk egymásnak, és elbúcsúztunk egy pár napra, hogy otthon a családi körbe a beiglit fosztogassuk, próbáljunk meg egy olyan online, ugye koronahelyzetben, Mikulás kupát kiírni, ahol mindenki teljesen szabadon választottan, zenéskör jelleggel bemutatja, hogy mit tud ő vagy a lova. Amit aztán különösen izgalmassá tud tenni, hogy esetleg nem csak egyénibe lehessen föllépni, hanem akár padedőbe, vagy akár több lovassal egy ilyen kvadré jelleggel, és mindenki egyénileg válasszon ki egy koreográfiát, mindenki egyénileg találjon ki hozzá valami jelmezt, amiben ő maga is, vagy a lova is beöltözhet. Ezek idáig borzasztó sikert arattak a gyerekek körében, és ugyanígy összetoborozta az egész családot, hiszen ahhoz, hogy beöltöztessük a gyereket és a lovat, ahhoz több kéz is kell. Bízunk benne, hogy ez most online formában is sikert arat, és az is lehet, hogy egy haladó hagyománnyá nő ki, hogy az év végén tele lesz szellemesebbnél szellemesebb koreográfiákkal és zenéskűrökkel az internet. Azt kell tudni rólam, hogy én, aki eléggé kisképességű lovakkal volt, csak életem során alkalmam eljutni a nagy díjig. Sági arabokat lovagoltam, lipicaiakat ezbe. Olyan mások által levetett bolond lóval mentem nagy díjba, amelyik még a boxból is kikaparta magát. Én tudom értékelni azt, amikor valaki egy átlagos képesség, vagy még annál is nehezebb képességű lóval küzd. Én büszke vagyok arra az úriemberre, aki 38 évesen, és ő ugyan tagadja, de 100 kilósan kezdett el lovagolni, és 10 évre rá egy 500 ezer forintos lóval nemzetközi szinten világkupán indult, illetve eljutott a nagy díjig is, most pedig díjlovasbíróként szolgálja, meg néha edzőként a magyar díjlovasportot. Büszke vagyok arra a kislányra, aki a borzasztó olcsó póniával, iszonyú izgalmait legyőzve 70%-ot tud lovagolni egy országos bajnokságon. Büszke vagyok arra a kislányra, aki egy nem könnyű karakterű pónival utánpótlás magyar bajnok lesz. De büszke vagyok arra a kislányra is, aki nem lesz magyar bajnok, de egy olcsó és bolond kancával olyan kitartóan dolgozik, hogy középosztályban tud vele egyelőre bemutatni, és reméljük, hogy még följön fog lépni. Hogy ezek közül mi a siker. Én úgy gondolom, hogy egy jó lovas szakembernek meg kell tudni ítélni, még egy rossz lovon is, hogy az a lovas jó, vagy rossz, tehetséges, vagy nem, de sajnos szembe kell néznünk azzal, hogy nagyon keveseknek jut élete során az igazi jó ló. Én jobban becsülöm a szorgalmat, meg a tanulni vágyást.